A Székesfehérvári Szent István Király Múzeum hadimustra elnevezésű kiállításán egyebek mellett megtekinthetőek a különböző korok magyar fegyverei, a haderő és a katonai szolgálat elsődleges jelképei, egyenruhák és kitüntetések, ahogy katonáink mindennapjainak és ünnepnapjainak tárgyi emlékei és dokumentumai is. A kiállításon külön hangsúlyt kapnak a Hungarikumnak számító huszárság emlékei, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc relikviái, a legfontosabb hadi jelképek, a zászlók, de nyomon követhetjük a magyar egyenruházat színes és változatos történetét és a magyar kézi fegyverek fejlődését egyaránt. Az esemény megnyitóján Szalai Bobrovnicki Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere mondott megnyitó beszédet. Örömmel szeretném megnyitni ezt a tárlatot, amely emlékeztet hazánk katonai nagyságára, és erőt, hitet és kitartást ad a ma katonájának és a ma magyar társadalmának ahhoz, hogy szeresse legdicsőbb és legdélcegebb fiait, a magyar katonát. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere köszöntőjében kiemelte, hogy a kiállításon egy ténylegesen különleges gyűjteményt tekinthetnek meg az érdeklődők. Fantasztikus az a gyűjtemény, ami itt most ebben a következő egy esztendőben megtekinthető lesz. Itt Székesfehérvár egy katonavárosban, amelyik büszke ezekre a katonai hagyományaira, megéli ezt, de nem csak hagyományként, hanem a jelenben is vállalva azt a feladatot és felelősséget, amiben a hazánk védelme tekintetében erre a városra kiemelten is vonatkozik. Remélem mondhatom, kiváló együttműködésben, munkakapcsolatban a katonákkal és a katonák mögötti katona családokkal is, ami legalább ennyire fontos. A hadimustra, a magyar hadtörténet évszázadainak emlékei címet viselő kiállítás 2025. május 25-ig várja a látogatókat.